A 17 óra 45 perckor kezdődött fáklyás felvonulás útvonala a következő útszakaszokat érintette. Városháza előtti tér, Dózsa György út, Kacsó út, Szent István Sugár út, Széchenyi Sugár út, Püspökladányi út, Kálvin út, Petőfi szobor, Városháza előtti tér. A mai felvonuláson Karcag városában megtalálható 8 köznevelési intézmény tanulói vesznek részt. Körülbelül olyan 300 diák van most itt a hátam mögött, és várja azt a pillanatot, hogy elindulhasson a fáklyás fölmenet. Én azt gondolom, hogy egy nagyon hangulatos lezárása lesz a mai délutáni megemlékezésünknek, hiszen ahogy el kell sötétedni a sok fáklyának a fénye, egy igazi esti hangulatot fog nekünk idézni. Ezt annak idején a Karcagi Városi Diák Önkormányzat ötlete alapján indítottuk el, és az elsődleges cél az volt ezzel a fáklyás felvonulással, hogy egy picit érzékenyítsük a diákokat a március 15-e ünnepségre, valamint hogy az összetartozás élményét tudjuk erősíteni. Igazából éreztem, hogy ezen jó részt venni és átélni ezt az egész kort, és fontosnak tartottam így eljönni, és jó volt így átérezni ezt újra és újra. És igazából nem először vagyok itt. Az iskolák között akár barátságok is szövődhetnek, és számomra fontos, hogy megemlékezzünk a március 15-ei hőseinkről. Én úgy gondolom, hogy látványos része, mert a sok diák, ahogy mindenki kap egy fáklyát, az úgy gyönyörű lehet a városon végigmenni.